Arató ünnep. A hagyományápolás jegyében ragadtak kaszát Hajdúnánáson. Karikás ostor. A hortobágyi pásztorok munkaeszköze ezentúl Hungarikum. Halászléfesztivál. A halfogyasztást népszerűsítették Tiszacsegén. Köszöntöm Önöket, ez a Megyei Tükör, a Debrecen Televízió Hajdú-Bihar megyei témákkal foglalkozó magazin műsora. Több mint fél év után újra jelenléti ülést tartott a Hajdú-Bihar megyei közgyűlés. A legfontosabb a 2021-27-es Európai Uniós ciklusban érkező forrásokról szóló program megvitatása volt. A testület végül elfogadta az előterjesztést. A tervek szerint a következő időszakban 116 milliárd forint uniós forrás érkezik majd Hajdú-Biharba. Ebből a hőközpontból vezérlik azt a távvezetékpárt, ami környezetbarát módon termálvízből állít elő fűtési energiát, létavértes 12 közintézménye számára. A fejlesztésre több mint 615 millió forint uniós forrás fordíthatott a város. Hasonló zöld energiát hasznosító beruházások valósulhatnak majd meg a 2021-27-es Európai Uniós fejlesztési ciklusban is. Az integrált területi program részeként a megyei önkormányzat a versenyképes, a klímabarát és a gondoskodó megye kialakítását fogalmazta meg stratégiai célként. Azt mondhatjuk, hogy olyan beruházási, olyan közösségépítő programok azok, amelyeket most mi itt megfogalmazunk, ami a vidéken élő, illetve a Debrecenben, nagyvárosokban is élő lakosság életkörülményének a javításáról szolgálnak. Csak ezeket ugye szakszóval kell, hogy elmondjuk, de egyébként ez van mögötte. Ezen a térképen jól látszik, hogyan alakul a forrás felhasználás elosztása a területfejlesztési koncepció és program részeként. A tervek szerint 2021 és 27 között Debrecenbe csak nem 43 milliárd, a megye többi részére pedig 73 milliárd forint érkezik majd fejlesztésekre. Ez összesen 116 milliárd forintot jelent az uniós ciklus végéig. A legfontosabb dokumentum a következő éveknek az az integrált területi program, ami igazából tartalmazza azt, hogy milyen felhívások lesznek a következő időszakban, milyen források, ezeknek milyen földrajzi elosztása valósul meg a megyében. Azt mondhatjuk, hogy a korábbi támogatási összegekhez képest közel 30%-a több forrás jut a megyei településeknek. Mínes Andrea, a Fidesz-KDNP megyei frakció vezetője azt mondta, örömteli, hogy folytatódnak a zöld beruházások, amelyek hasznosak a települések költségvetése szempontjából. Rámutatott arra is, hogy a gazdaságfejlesztési beruházásoknál ezúttal külön tételként jelenik meg a belterületi utak fejlesztése. Olyan jelzést kapott a megyei önkormányzat menedzsmentje, hogy a belterületi utak fejlesztése az egyik legaggasztóbb kérdés a megyében, amire forrást az elmúlt időszakban a polgármesterek nem igazán találhattak, hiszen a főutak, az autópályák, a kétszámrendű utak vagy a másodrangú utak fejlődtek, tehát óriási útfejlesztést tapasztalhattunk. Mégis a belterületi utak területén nem nagyon tudtunk előre moccani. Tóth József, a Demokratikus Koalíció megyei képviselője módosító indítványt nyújtott be. Hozzászólásában azt mondta, a programban megfogalmazott szempontrendszer bár támogatható, úgy véli az 5000 főnél nagyobb települések esetében a források elosztásánál további szempontokat is figyelembe kellene venni. Arra hívtam fel a figyelmet, hogy ezek a városok, a megye 20 városa, bizony-bizony a statisztikai adatok alapján, ami nem megkérdőjelezhető, nagyon nagy kockázatokkal néz a jövő elé, hisz a 20 városból 15-ben csökken a lakosság az elmúlt évek alapján, és egy 2600 fő ebből a 15 településből elment, vagy nem ott él. Mint ahogy a munkanélkülési adatok is ebben a 20 városban, abból 12-ben magasabb, mint a megyei átlag. Ezek figyelmeztető jelek. A módosító indítványt a testület végül nem támogatta. A megyei közgyűlés tagjai ezután szavaztak a területfejlesztési programról, amit 17 igen és 2 tartózkodás mellett fogadtak el a képviselők. Az aratáshoz kapcsolódó hagyományokat és ősi fogásokat mutatták be július első hétvégéjén Hajdúnánáson. A városban rendezték ugyanis az aratók találkozóját. Az egész napos kulturális programokkal fűszerezett rendezvényre a környező települések mellett külföldről is érkeztek vendégek. Aki áll a gondolán. Jó munkához szólt a nóta a hajdúnánási arató ünnepen. A hagyományőrző csoportok már kora reggel kivonultak a búzatáblákhoz, és előkészültek a betakarításhoz.
Az aratás évszázados hagyományait felidézve a résztvevő csoportok kaszával és marokszeréssel láttak hozzá a munkához. Az egyik hajdúnánási hagyományőrző csoport tagja beavatta a stábunkat a hatékony kaszálás rejtelmeibe. A kaszakalapálás, kaszafenés, az sem mindegy. Meg hogy van beállítva a kasza az emberhez mérten, a kacsot a nyakába a kasza, és akkor a kezével az ívet megszedi a kaszán, hogy a hegyék elérje. Akkor van jó beállítva a kasza, és akkor lehet szépen dolgozni vele. Az egyesületnél fontosnak tartják, hogy megismertessék a fiatalokkal a régi hagyományokat, jelen esetben a betakarítás ősi fogásait. A fiatalok nem biztos, hogy tanulták, vagy esetleg látták-e, hogy ilyen kézikaszállással annak idején ez volt az aratás. Hát saját kenyérkereseti lehetőség és a saját asztalra való kenyért ezzel keresték, ezzel csinálták annak idején, hát nem volt még gépesítés. Az esemény megnyitóján Pap Zsolt vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár is köszöntötte a résztvevő csoportokat. Beszédében az aratás ünnepi jellegét emelte ki. Péter Pál napjával megkezdődik a hazánkba az aratás. Ez különös ünnepnap a gazdaember életébe. A mai modern technológia gépek lehetővé teszik, hogy minél hamarabb, minél nagyobb mennyiségben, minél jobb minőségű gabonát tudjunk betakarítani az egész éves kenyérgabonát biztosítva ezzel. De mégis különös jelentőséggel bír a mai nap, ahol tisztelekhetünk a hagyományaink előtt. A 13. hagyományőrző aratók találkozóját a város határában, a Nyakas farmon rendezték. Az aratóünnepre Hajdú-Bihar több településéről, valamint Hajdúnánás lengyel testvérvárosából is érkeztek csoportok. 12 arató csoportunk van, itt vannak a testvérvárosok, a környező városoknak a képviselői, és együtt vagyunk, szórakozunk, zenei műsorok vannak, mindenki bemutassa a kis programját itt, és délután tulajdonképpen van egy eredményhirdetés is, ami nem verseny tulajdonképpen, ez egy nem verseny, ez egy bemutatás. Bemutatás annak a bemutatása, hogy hogyan csinálták régen. A hajdunánásiak mindig is nagy figyelmet fordítottak a hagyományőrzésre. A térségben korábban is jelentős volt a mező gazdasági tevékenység, amire azóta is büszkék az itt élők. Az a sok száz generáció, akik előttünk járt, azok nem véletlenül tartották fontosnak azokat az értékeket, amiket ránk hagyományoztak. És tulajdonképpen hiszek abban, hogy nekünk is az a dolgunk, hogy ezekből az értékekből mentsük meg azokat, amelyeket fontosnak tartunk, és azokat adjuk tovább a következő generáció számára. Ma, amikor egyébként sokkal kevésbé fizikális a mezőgazdasági tevékenység, nem árt arra emlékezni, hogy még egy-két évtizede azért nagyon komoly verétékes munka volt az aratás. Az arató találkozó mára nem csak a házigazda település, de a megye egyik meghatározó eseményévé is vált. Itt a pandémia után vagyunk, még mindenféle igazolások kellenek a belépéshez. Itt azért sokkal többen szoktunk már ilyenkor lenni, de annak is tudunk örülni, hogy végre tudunk találkozni. És összességében azt tudom mondani, hogy a környező települések nagyon szívesen jönnek, és tényleg ebben a témakörben az egyik legnagyobb rendezvény a településnek. Az aratócsoportok munkáját az úgynevezett szemlebizottság ellenőrzi a betakarítás végén. Megnézzük, hogy milyen magas tarlóval vágják, hisz tudjuk azt, hogy régen minél szükség volt a szalmára, és minél alacsonyabban kell vágni, és az nem muszáj, hogy most ilyen alacsonyan vágja, de ha megmondják neki, hogy régen így vágták, akkor azt tudja. Utána fel kell gerebjézni, kévébe kötni. A csapatok jó munkát végeztek, ami után a jutalom sem maradt el. Az aratáshoz és a betakarításhoz kapcsolódó hagyományok ápolása mellett ugyanis egésznapos programokkal szórakoztatták a találkozóra érkezőket. Vámos Orositól Somogy Vámosig, hazai és külhoni vámos falvak, községek lakói találkoztak Vámos Pércsen. A legkisebb hajdúváros adott otthont ugyanis a 13. Vámos települések nemzetközi találkozójának. Az idei rendezvény amiatt is különleges volt, mert a vendéglátó idén ünnepli várossá nyilvánításának 20. évfordulóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrzenekara szolgáltatta a fúvós muzsikát Vámospércsen. Nem volt véletlen, hogy kísérték a Mazsoret csoportot, és az sem, hogy részt vettek a nemzetközi találkozón. Jelenlétükkel ugyanis a több évszázados vámos hagyományokra emlékeztettek.
legkisebb hajdúváros számára azért is volt különleges a mostani Vámos települések nemzetközi találkozója, mert Vámos Pércs idén ünnepli várossá nyilvánításának 20. évfordulóját. Igazi körzetközponttá váltunk, és úgy gondolom, hogy nem csak a földrajzi elhelyezkedésünk miatt, hanem amiatt, mert Vámos Pércs az egyetlen városi rangú település itt a környékben, valóban a városi ranghoz méltóan próbálja szervezni a hétköznapi életet, az állampolgárainak az életét, a kultúrát, az oktatást, az egészségügyet és mindent, amitől jó egy város. A házigazda Vámos Pércs nevét az első írásos emlékek 1338-ban említik, mint fontos vámszedőhelyet. Rajtuk kívül most 9 olyan hazai és határon túli település lakói képviselő érkeztek ide. Mindannyian falujuk, községük nevében viselik a Vámos szót, Vámos Orositól a szlovákiai Vámos Balogon át egészen Somogy Vámosig. Összetartozásukat a szövetség emlékművénél jelképesen is megerősítették. Itt minden település elhelyezte a saját szülőföldjéről származó emlékkövet. 11 magyarországi Vámos település van benne, 6 szlovák, illetve 3 román település. Mi nagyon örülünk ennek a kezdeményezésnek. Kis település lévén mi szinte minden rendezvényen részt vettünk. Ha jól magam nem tudtam, akkor a képviselőtestület vagy bárki, tehát egy-egy busszal mindig képviseltettük magunkat. Mi nagyon szeretjük a sportrendezvényeket, a mai napon is itt vagyunk egy futballcsapattal, hál' Istennek eddig elég jó eredményeket értek el. A kispályás focikupa mellett kézműves kirakodóvásár és tradicionális cigányzene is szerepelt a találkozó programjai között. A tavalyi találkozó a pandémia miatt elmaradt, ezért az idei rendezvényt fokozott érdeklődés kísérte. A térség országgyűlési képviselője a közösségépítés és az együttmunkálkodás sikerének is tekinti az elmúlt 2 évtizedet és az ez alatt elért eredményeket. Az ünnep többszörös, hiszen 20 éves a város, óriási az a 20 év és a jelentőség és hatalmas, amit együtt tudtunk és láttunk itt Vámospécs környékén. És az, hogy a találkozó 13. alkalommal kerül megrendezésre, nagy jelentőségű. A hagyományőrzés, a kultúra ápolása, ami összeköt bennünket, az fontos az itt élők számára, és látjuk azt, hogy Vámosról jöttek és Vámosra érkeztek, egy óriási gondolatmenet, amely arról szól, hogy van olyan közös gyökerük, amelyet jó ápolni és érdemes ápolni most is a 21. században. A 3 napos rendezvényt a számos kulturális és családi program mellett könnyű zenei koncertek is színesítették. A kényszerű zárvatartás alatt sem állt le az élet Hajdúszoboszlón. A pandémia alatt több nagy, az idegenforgalom újraindítását segítő fejlesztés is elkészült. Június 2. felében nyílt meg a fürdő új egysége, a hónap végétől pedig már látogatható a fejedelmi kincstár is. A Bocskai Múzeum új szárnya a Hajduk vitézlő fejedelme előtt tiszteleg. A múzeumok éjszakáján tárult fel a fejedelmi kincstár Hajdúszoboszlón. A Bocskai István Múzeum új szárnya a pandémia alatt készült el, és most a kulturális újraindulást segíti. Az ország legnagyobb múzeum ünnepe az, ami számunkra is a legizgalmasabb pillanat egy év folyamán, és hát ennek a pillanatnak a szentségét mivel mással, mint a mi ősi kincsünkkel, a bocskai koronával tudnánk megünnepelni. A bocskai korona és másolat éppen most készült el. Hát ennél jobb pillanatot nem is találhatnánk, mint a múzeumok éjszakája a fejedelmi kincstárunk átadójára. Ez egy 7 éves projekt eredménye, amit most itt látunk. Egy 200 négyzetméteres alapterületű új épületszárny készült. Ennek a központi része az az 50 négyzetméteres terem, ahol a bocskai koronának és a jogarnak a másolata látható, de emellett egy multifunkcionális nagyobb terem, ami időszaki kiállításoknak és előadóteremként is a rendelkezésünkre fog állni a jövőben, illetve egy ajándékbolt is épült a régi múzeum épületünkhöz. A fejedelmi kincstár központi helyén Bocskai koronájának hiteles másolata áll. Az eredeti Bécsben látható. Arról vettek pontos mintát a szakemberek, ami után 2 év alatt elkészült a Szoboszlón látható korona. A fejedelmi kincstárban helyet kapott Bocskai jogara is, amely szintén aprólékos munkával több hónapig készült. A kincstárban látható a vitézlő fejedelem is. Azt a pillanatot örökítették meg az alkotók, amikor Bocskai átnyújtja a Hajdúváros kiváltságlevelét Szoboszló akkori parancsnokának.
Nagy örömünkre végre meg tudtuk nyitni ezt a fejedelmi kincstárat, amely ugye Bocska Istvánnak a koronáját, illetve a jogarját mutatja be. Ez mindenképpen óriási lehetőséget kínál. Elsősorban a hajdú identitásunk őrzését szeretném hangsúlyozni, de nyilvánvalóan turisztikai értelemben is, hiszen Magyarországon ez a második olyan korona, a Szent Korona mellett, amely ilyen módon bemutatásra kerül, és ugyanez egy hiteles, nemes másolata az eredetinek, ehhez nagyon komoly diplomáciai és szakmai munkát kellett elvégezni, hogy több éves munka alapján elkészülhessen ez a fajta másolat. Örömünkre szolgál, és azt gondolom, hogy ez nem csak egy kiegészítő programja lesz a városunkba érkező turistáknak. Az új múzeumi szárnya remények szerint azok számára is vonzó célponttá teszi Hajdúszoboszlót, akiket a gyógyvíz mellett a történelem is érdekel. Az első ember alkotta eszköz, ami képes átlépni a hangsebességet, ez a karikás ostor. A pásztorok régi munkaeszköze most bekerült a hungarikumok közé. A karikással bárki közelebbről is megismerkedhet, aki ellátogat Hortobágyra. Itt ugyanis a mai napig készítik és használják is a csikósok és a gulyások. Karikással csergető csikósok a hortobágyi pusztában. Ez a bemutató a látogatóknak szól, de a most hungarikumnak nyilvánított eszközt a hétköznapi munkában is használják a pásztorok. De ismerkedjünk meg egy kicsit közelebbről a karikással. Az ostornyílt díszíti úgynevezett pillangó, ez bőrből készül, késsel van kivágva, és akkor különböző eszközökkel, egy cakkozóval, lukasztóval, kicakkozva, kilukasztva, és állati bőrrel, bornyú bőrrel van felkötve. Utána itt nálunk van egy darab szíj, ami valamikor karika volt ennek a helyén. Elvileg innen származtatják a karikásostort, ennek a helyén, ami volt karika, hogy karika, karikásostor. De többféle változata van ennek a dolognak, hogyha itt a fonatot kis karikába hajtjuk, erre is mondták, hogy ettől karikás ostor. Akkor jövünk tovább, itt egy látunk az ostornak a derekát, a fonatát, ez gyakorlatilag csikós karikásnak a mérete, ez a fonat, ez egy méter szokott lenni. Jön tovább hozzá a csapószíj, ez gyakorlatilag ugyanolyan hosszú, mint a fonat, ez is egy ilyen egy méter. A legvégén találjuk a csapót. Garai Lajos csikós számadó nem csak használja, de készíti is a karikást. Gyakorlatilag azért kezdtem el, volt egy anyagi vonzata ennek a dolognak, ugye akkoriban, hát most fiatal gyerekként akármilyen kis zseppénz jól jött. Ugye ezt apukámtól megtanultam, csinálgattam, besegítettem neki, és akkor, mikor el tudott adni egy karikásostort, abból én javadalmakhoz jutottam hozzá. Miért szeretek? Gyakorlatilag kézügyességet fejleszti, gyakorlatilag amit a pusztán történik, pusztán körbe vesz, azt bele tudom rakni elképzeléseimet a karikásostorba. Persze a karikásostor nem csak szép, de hasznos eszköz is. A pusztában a karikásostort a jószágok terelésére használjuk alkalmanként, a régi pásztoremberek élelemszerzésre is használták, például, hogyha a vadnyulat a lóháton vágtatva, a vadnyulat el tudták karikásostorral ütni, és így megvolt a vacsorájuk. A hortobágyi puszta és az itteni pásztorkultúra a világörökség része. Nem véletlen ezért, hogy nem ez az első hungarikum, amivel az ideérkezők megismerkedhetnek. A Hortobágyhoz több hungarikum is kötődik, maga a Hortobágyi Nemzeti Park a puszta is hungarikum, illetve a szürke marha, magyar szürke szarvasmarha. És hát most nagyon örülünk annak, hogy egy újabb Hortobágyhoz köthető értékkel bővült a hungarikumok tára. Ez a Hortobágy, illetve bocsánat, a karikás ostor, hiszen nem csak a hortobágyi, hanem más tájegységekre jellemző ostor is bekerült a hungarikumok közé. A karikás ostorról már az 1500-as évek közepéről van említés,
és az 1600-as években is használták, aztán az 1800-as években, a 1848-49-es szabadságharc idején még a betyárok, illetve a szabadságharchoz csatlakozó pásztorok fegyverként is használták, majd pedig egyre inkább díszesebbé vált az ostor, és a mai veretesebb, díszesebb ostorok a 19. század vége körül jelentek meg, és hát a mai napig használják itt a pásztorok, elsősorban a csikósok a pusztában, és azt gondolom, hogy talán ez a fontossága, hogy egy élő hagyomány, és minden egyes alkalommal, amikor bemutatjuk a ránk bízott pásztor hagyományokat, akkor elmondjuk, hogy itt a pásztoraink megélik ezt a hagyományt. Ezt az élő néphagyományt bárki megismerheti, aki ellátogat Hortobágyra. Augusztus 21-én a gulyás versenyen pedig a vendégekkel közösen ünneplik majd meg, hogy a karikás hungarikum lett. Száraz tészták, sütemények, helyi termékek. Bőséges kínálatból válogathatnak azok, akik Körösszegapátiban betérnek az Apáti ízek kereskedőházba. Elsősorban a helyi közfoglalkoztatottak készítette áruk töltik meg a polcokat, de kaphatóak itt a környező települések őstermelőinek portékái is. Sós, édes, csokis, gyümölcsös. Van itt minden, mi szemszájnak ingere. Házi jellegű száraz tészták, sütemények és egyéb különlegességek is kaphatók az Apáti ízek kereskedőházban. Ami nagyon jellegzetes, amit nagyon szeretnek, az például a slambusznak a tésztája, az alapanyaga, amit imádnak a vásárlóim. Azt mondták, hogy ilyen jól eltalált száraz tészta nem nagyon van a piacon, és azt örömmel vásárolják tőlünk, főleg itt a tavasztól őszig tartó kinti főzőskézés során. Minden megtalálható itt, amire egy konyhában vagy egy háztartásban szükség lehet. Az érdeklődés a házi készítésű termékek iránt a legnagyobb. Vidéken is igénylik az emberek az egészséges, házias dolgokat, nem csak a városokban, és bízunk abban, hogy az eddigi támogatások útján tovább tudunk egy élhető települést kialakítani, hisz ki lehet mondani, 2021-ben Körösszegapátiban szeretnek élni az emberek, egy élhető települést tudunk kialakítani. Bulcsú László, a megyei közgyűlés alelnöke szerint a bihari térség az elmúlt években dinamikus fejlődésnek indult. Ez azoknak a programoknak is köszönhető, amelyek támogatják a vidéki fejlesztéseket. A legtöbb forrás a területfejlesztési operatív és a gazdaságélénkítő program révén jut ebbe a régióba. Olyan dinamizmus hozott mind infrastruktúrális fejlesztésekbe, mind pedig, hát hogy is mondjam, humán fejlesztésekbe, ami egy olyan fejlődést kezdett indítani, generálni ebbe az egész történetbe, hogy azok is, akik nem hittek benne, ezt felismerték, és ugye most már ott tartunk, hogy terméket álltunk elő, és még nem vagyunk az útnak csak az elején, ugye, ahogy említettem itt a köszöntőmbe is, több olyan gazdaságélénkítő program fog településeken megvalósulni, ami nem csak önmagába termékelítás, előállítás lesz, hanem ilyen területeken is gondolkozunk, mint turizmus, ilyen területeket is gondolkozunk, mint humánfejlesztés, ilyen területeket is gondolkozunk, mint iskolafejlesztés. A bolt megnyitásának köszönhetően 3 új munkahely létesült a településen. Vitányi István országgyűlési képviselő szerint a hátrányos helyzetű térségben különösen szembetűnő, hogy milyen ütemben fejlődik Körösszegapáti. Még a többiek lépésük ugrásban fejlődnek, tehát nagyokat ugranak. Nagyon polgármesterfüggő egy kis települést, hangsúlyozom, kis településnek a fejlődése. Attól függ, mennyire innovatív, mennyire merész, mennyire ismeri a pályázatokat, mennyire ismeri a széljárást, hogy úgy mondjam. Ettől is függ az, hogy mely település hogy fejlődik, de büszkén állíthatom azt, hogy Körösszegapáti kiváló, de nagyon sok település hasonlóan fejlődik a bérli térségben. Úgyhogy amit az elmúlt időszakban elértünk, arra mindenki büszke lehet. A kereskedőház csak nem 100 millió forint állami támogatásból készült. Az épület eredetileg egy 1800-as években épült kúria volt. Az itt forgalmazott árukészlet minimum felét a helyi közfoglalkoztatásban gyártott termékek teszik ki. A fennmaradó hányadot a környező települések szintén ilyen formában készített árucikkei és a környékbeli őstermelők portékái adják. Egy 10 éves töretlen fejlődésnek lehetünk a szemtanúi, mindezt egy kormányzati keretbe
helyezve, hiszen a gazdaságélénkítő program, amelyet a kormány elindított, ennek részeként valósult meg ez a program. Első körben 50, második körben 100, és most már harmadik körben 150 településsel dolgozunk együtt, hogy hasonló típusú fejlesztések valósulhatjanak meg a hátrányos helyzetű térségekben. A fejlesztések, beruházások folyamatosak a településen. Már van is egy újabb pályázat, amit megnyertek. Ebből a forrásból a helyi piacot fogják fejleszteni. Látványterveken mutatjuk, hogy milyen lesz a félig nyitott, félig zárt piac, ami a kereskedőház szomszédságában épül majd. Halünnep Tiszacsegén. Nem voltak babonások a szervezők, jól sikerült a 13. Halászlé Fesztivál. A halfogyasztást népszerűsítő rendezvényen az ételek mellett egész nap koncertekkel és családi programokkal várták az érdeklődőket. Hatalmas kondérokban és bográcsokban főzték a halászlevet a tiszacsegei halászcsárdánál felállított sátorban. Az étel hagyományos és kórhely változatáért kígyózó sorokban álltak az éhes vendégek. Mint kiderült, megérte várni, mert a csárda szakácsai most is kitettek magukért. Nagyon finom, már a másodikat eszem. Ettem egy simát, most eszem a kórhelyet, de nagyon meglepődtem, mert nincs is benne lé, csak hal. A Halászlé Fesztivált azért hívták életre 14 évvel ezelőtt, hogy népszerűsítsék a halételeket. Az ötlet bevált, hiszen ma már az ország minden tájáról és a határon túlról is érkeznek ide vendégek, hogy megkóstolják a tiszacsegei halászlevet. A környező halászcsárdák, de mondhatom azt kicsit hazabeszélve, hogy mi ebbe élen járunk, mert ha valaki megnézi, akkor mi az étlapunkon a 80%-a hal, és azért itt a visszaérő vendégek szeretik azokat a halételeket, amiket készítünk. Alapja véve egyszerű szóval, amit halból lehet, mi azt mindent halból csinálunk, még a babgulyást is. Tavaly a koronavírus járvány miatt elmaradt a rendezvény, idén viszont 8 szakács és 50 vendéglátós dolgozott a fesztivál sikeréért. Hajnali 2-kor kezdődött a főzés, mintegy 2 tonna hal van előkészítve halászlének, halsütésnek, és működik a csárda, működik a sátor is, úgyhogy sajnos kicsit sorba kell állni, de azért mindenki sorra kerül. Néhány méterrel arrébb a ponty patkó szerelmeseit várták. Ez a klasszikus fogás szintén sikert aratott. Jó ropogós, jó meg van sülve, és kevés szárka van benne. 2 évvel ezelőtt 4000 adag halászlé fogyott, és sokan választották a sült halat is. A szervezők célja, hogy megismertessék és megszeretessék a fogyasztókkal a halból készült ételeket. A halászlén kívül, ami ugye a csegei híres korály halászlé és a sima halászlén kívül, tőlünk nem messze van egy sátor, ahol a ponypatkót, keszeget, kárás sütünk, a régi tradicionális leszett szerint paprikás lisztbe, úgy, ahogy a nagyapáinktól, nagyanyáinktól tanultuk. A rendezvény az itt kínált kulináris élvezetek mellett a helyszín miatt is népszerű. Nagyon örülök, hogy ennyi ember érdeklődik és szeretnek idejönni Tiszacsegére. Egyébként szerintem ez a rendezvénytér az ország legszebb rendezvénytere. A Tisza parton, árnyas fák alatt, itt a színpad, ott van mögötte az önkormányzatnak van egy ilyen üdülője, ami ilyenkor a fellépőknek az öltözőjéül szolgál, úgyhogy minden adott hozzá. A csárdától nem messze pedig minden adott volt ahhoz, hogy a tiszacsegeiek egy jó mérkőzést lássanak a városi pályán. A fesztivál részeként itt csapott össze a DVSC öreg fiúk csapata Tiszacsege legjobbjaival. A mezőnyben többek között Bernát Csaba, Kerekes Zsombor, Madar Csaba, Goyán Livio és Adamu Kulibali szervezték a loki játékát. A kapuban pedig Horváth Béla állt. Rendkívül jó megszerveztük a játékunkat, mondhatom, tehát az öreg fiúknak megfelelően próbáljuk lezárni a területeket. Mint kiderült, a mérkőzés előtt 2001-es labdarúgó és pályára lépett az első fél időben az ellenfélnél, én 96-ban hagytam abba. 5 évvel később született a fiatalember, de összességében látszik, hogy nagyon nagy tudású labdarúgók a társaim, és amikor megvan nálunk labda, akkor megbecsüljük. A loki legendái jobban kezdték a meccset, és a fél időben már 5-0-ra vezettek. Hiába akasztották szögre a stoplist egy jó ideje, ilyenkor mindig visszajön a régi idők focia. Rögtön följönnek olyan dolgok, mint az első hazai mérkőzés, amikor a vadonatújonc román játékosunk, a Liviu, gólt szerzett a Videoton ellen, és a Tóth Gyuri góljával megvertük a Fehérvárt otthon 2-1. Tehát ezek úgy bejönnek, és látszik az a futballtudás, ami még mindig megvan benne. Az egésznapos fesztiválon a halételek és a labdarúgó mérkőzés mellett kirakodóvásárral, ugrálóvárral és koncertekkel is várták az érdeklődőket a Tisza partján. A megyei tükörödását látták. Új műsorral és újabb érdekességekkel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk majd. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!